Itt vagyunk a Pince Színházban, a Mirád egy fiú Boszniából című előadás helyszínén. Pontosabban itt a holland rész játszódik, az előadás Hollandiában játszódó része. Anna, hogyan jött ez az ötlet? Viszonylag sorsszerűen eszembe jutott, hogy én még annó Vajdaságban láttam ezt az előadást, csak két szereplővel, és akkor nagyon elkezdett foglalkoztatni, de valahogy így elsodort az életettől, a szövegtől, és úgy gondoltam, hogy akkor így rákeresek, hát ha ez most teli találat lesz erre a három szereplőre, és ez valóban így történt, végül Hámor Annával, a dramaturggal, a két szereplős drámából három szereplőset írtunk, illetve valahogy sorsszerűen alákúszott az élet a háborúval, mert ugye ez egy háborús történet, a délszláv háborúról szól és annak a feldolgozásáról, és ahogy elkezdtük próbálni az előadást, akkor el is kezdődött már az ukrán-orosz háború. Milyen ez a fiú, egy 13 éves bosnyák fiú, akit személyesen érint az életét, érinti, befolyásolja a délszláv háború? Mi valahogy abból indultunk ki, és talán meg is tudott ez maradni, hogy ő élni akar. Tehát alapvetően egy borzasztó történet, egy pozitív belső tartalommal próbálja elmesélni, vagy nem is tudom, hogy ezt mennyire próbálja, hanem ő így éli meg. Tehát ahogy mondjuk egy menekültáborba is, hogyha elmegyünk, ott is a gyerekek nagyon sokszor hiába láttak iszonyatos szörnyű dolgokat, vagy éltek meg, ugyanúgy szeretnek focizni, vagy rajzolni, egy idő után sokan elkezdenek beszélni a dolgokról, és valahogy azt az oldalát próbáltuk megragadni az egész történetnek, hogy mi nem egy ilyen nagyon hatásvadász, és akkor megmondjuk, hogy a háború ilyen vagy olyan, hanem tényleg az embernek a legegyszerűbb élni akarás ösztönéből kiindulva dolgozunk ezeken a szövegeken. Ez egy nagyon érdekes dupla csavar ennek a szerepnek az eljátszása, mert hogy 13 éves, én meg 31 vagyok, de közben a srác 13 évesen sok bizonyos szempontból felnőttebb, mint mi vagyunk, mert már olyan dolgokon ment keresztül, olyan dolgokat élt meg, és ez mindig igazából egy nagyon, nagyon nehéz ilyen arányokat eltalálni, hogy úgy maradjon a libikóka, hogy egyszerre azért mégis gyerek maradok a színpadon, és megvan az a naivitás és az a világra rácsodálkozás, de közben meg benne van az az eszméletlen tapasztalat lavina, amit ő ez alatt az egy év alatt végigélt. Nagyjából egy évet mesél el a történet. Mi volt a rendezői elképzelés, hogy vizuálisan mennyire törekedett arra, hogy megjelenjen az a világ a maga realitásában, vagy inkább arra gondolt, hogy itt a személyes dráma, az emberi történetek, sorsok vannak a fókuszban? Teljesen az emberi történetekre és az elmesélésre fókuszáltunk. Tehát minimalista a tér, nagyon kevés keléket használunk, amit használunk, azt is megpróbáljuk minél szimbolikusabban és több jelentéssel megtölteni, mint ami a primér szinten a jelentése, és ezt azért gondoltuk így közösen, tehát azért alakult ez így a próba folyamatok alatt, mert annyira erős a szöveg, annyira leíró, és sokkal többet ad a nézőnek az, hogyha a színész a szemébe néz, és tényleg elmeséli a történetét, és a néző fejében születik meg az a világ, ahonnan ír a Mirád, ahol az apját meggyilkolják, tehát hogy ezeket én azt gondolom, hogy nem is célszerű megmutatni színpadon, hogy egy aknamezőre fellép 20 ember, akik utána ott sajnos elhunynak. Ez a nézőben kell, hogy lejátszódjon és megtörténjen. Tehát ilyen szempontból nem szerettünk volna külön jelzéseket adni arra, hogy milyen lehet Hollandia, milyen lehet a nyugat, milyen lehet az, ahová ők végül, ahol nyugalmat találtak, ha egyáltalán nyugalmat találtak, de hogy ezekre nem szerettünk volna színpadi jeleket használni, sokkal inkább a színészi eszközökből építkeztünk, és abból a néző-színész viszonyból, amit egy ilyen szűk, kis, családias tér meg tud teremteni. Amikor elindultunk a
próbával, meg még elemző próbák voltak, akkor még jóval több kellékünk, meg még ilyen kis díszletszerűségek, meg játékosság több volt benne, és ezt szépen lassan, ahogy próbáltuk, így ezek elfogytak, és nagyon jó, hogy így alakult. Tehát, hogy egyébként szerintem az egy nagyon jó rendezői erény, hogyha egy rendező az eredeti koncepcióján tud engedni, ahogy a próba folyik, és abba az irányba terelni, ami végül a végleges kész anyagnak jót tesz. Vagy a színészeknek, akik játsszák, vagy a nézőknek, akik nézik, hogy el tudja engedni azt, hogy de én ezt így képzeltem el, és aztán egyszer csak rájön, de hát ez lehet, hogy csak ott ül és mondja, és csak belenéz a szemébe, és ez egy nagyon jó élmény volt színészként. Berekszázi társulattal már tavaly, és sajnos idén is arról beszéltünk, hogy ők személyesen érintettek a háborúban, átérzik, átélik. Vajon Siklis Anna és Tóth András hogyan viszonyul ehhez? Hát a háborúval kapcsolatban van némi tapasztalatom, mert még ugye én 95-ben születtem, tehát a NATO bombázások alatt már éltem. Vannak élményeim arról, hogy szirénáznak, és arról, hogy a szüleim folyamatosan ilyen napra készek, és próbálják a legjobbat kihozni ebből a helyzetből, úgyhogy ők közben ugye tudósítanak, meg folyamatosan így az egésznek a közepében vannak. Tehát, hogy valamilyen szempontból személyes tapasztalatom a háborúval és a háború élményével van, azt gondolom, hogy közel sem annyira, talán nem jó szó az, hogy meghatározó, de nem annyira eleven ez az élmény, mint hogyha mostani fejjel élném át ezeket a helyzeteket, mert pont amit az Andris is mondott a Miráddal kapcsolatban, hogy gyerekként ezt nagyon sokszor egy bulinak éltük meg, hogy nincs most áram, akkor átmehettünk egy másik családhoz játszani. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy személyes kapcsolódásunk a háborúhoz van, és a másik két színész is vajdasági, és ők kicsivel idősebbek, mint én, tehát nekik még elevenebb élményeik vannak ezzel a háborúval, és magával a háború okozta a normalitástól eltérő élethelyzetek megélésével kapcsolatban. Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy Siklis Anna szülei a televízió tudósítói voltak. Igen. Tóth András, vajon mit gondol arról, hogy ezt az előadást majd a Kisvárdai zsinagógában fogják bemutatni? Nagyon kíváncsi vagyok, mert ez egy jóval nagyobb tér, mint ahol most szoktuk játszani. Itt valószínűleg ezt a nagyon belsőséges közeget elveszítjük, de lehet, hogy ad neki egy másfajta értelmezés, vagy egy másfajta hangnemet. Győrben voltunk az Öt Templom Fesztiválon, és ott egy nagyon pici teremben játszottuk, de az is az ottani zsidó hitközösségnek egy ilyen kicsi terme. És valahogy ez, hogyha ilyen történelmi léptékű helyeken játszik az ember, most nem csak erre gondolok, hanem más előadásokat is, hogyha ilyen helyszíneken vagy ilyen helyzetben játszottunk, ad hozzá egy olyan pluszt, amit az ember nem tudna megrendezni vagy megcsinálni, hanem egyszerűen a múlt hozzá tesz.